Az elmúlt télen többször is kifogásolható volt Nyíregyháza levegője, mindez a fűtési szezonnak és a közlekedésnek volt köszönhető. A szakemberek szerint a légszennyezés mértékét és a fűtésből visszamaradó káros gázok, valamint vegyületek kibocsátását mindenképpen csökkenteni kell a következő évtizedekben, mivel ezek a legnagyobb kockázati tényezői az éghajlatváltozásnak. Magyarországon minden megyében elkezdődött a megyei és települési klímastratégiák kidolgozása. Ebben a közel 40 önkormányzatot tömörítő Klímabarát Települések Szövetsége is tevékenyen részt vesz. Mi az elmúlt hónapokban létrehoztunk olyan stratégiai módszertanokat a Nemzeti Alkalmazkodási Központ részvételével, amelyek egyfajta segédanyagok ahhoz, hogy egy településnek szervezett stratégia alkotásban egy mankója legyen. Mi ezeket szeretnénk népszerűsíteni, hogy ezen minták alapján készítse el mindenki a saját stratégiát, de ne csak megcsinálja, mert stratégiában ugye mindig alkotunk, és ez mindig jól hangzik, hogy megint gyártottunk egy újabb papírt, ezt a mindennapokban alkalmazzák is, különben semmit nem fog érni. A szövetség egy 400 millió forintos uniós pályázat keretében készíthette el módszertanát, amelyet egy roadshow keretében országszerte 8 helyszínen tervez bemutatni az érdeklődő önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások számára. 19 megyében, illetve a fővárosban létrejöttek a klímaplatformok. Ennek keretében, hogy az elkövetkezendő 5 évben mi vagyunk az a szervezet, aki ezeket a platformokat a jövőben koordinálja, fenntartja, támogatja szakmailag, és egyfajta olyan hálózati munkát végez, hogy a megyei települési stratégiák és azok a megvalósítása nemzeti szinten egy összehangolt rendszerben, mederben folyjon. 2018 áprilisáig minden megye elkészíti saját klímastratégiáját. A kezdeményezés célja, hogy helyi szinten is csökkenteni lehessen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint a jó gyakorlatokkal és a fejlesztési lehetőségek megismertetésével környezettudatosabbá váljanak a helyi közösségek. Az országban elsőként kezdte el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a saját klímastratégiájának kidolgozását, és a megyei önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik a településeket is arra ösztönözni, hogy tevékenyen, nem mint valami kipipálandó kötelező feladatot tekintsen erre a kérdéskörre. A konferencián a klímaváltozás általános kérdései mellett szó volt az agrárium és a vízügy kihívásairól. A civil szervezetek és a vállalkozói szektor a környezetvédelemben betöltendő lehetséges szerepéről is.